Halleluja, sziasztok! 2 Timóteus 4, olvasom. Egyszerű fordításból. Timóteus, ezt a parancsot úgy adom neked, mintha Isten és Krisztus Jézus előtt állnánk. Mert Krisztus Jézus ítélni fog élők és halottak felett, és visszajön, hogy királyként uralkodjon a földön. Tehát azt parancsolom neked, hogy hirdesd Isten üzenetét az embereknek. Akár kedvező, akár kedvezőtlen a helyzet. Győzd meg, igazítsd helyre, bátorítsd, figyelmeztesd és tanítsd őket nagy türelemmel. Azért írom ezt, mert eljön az idő, amikor már hallani sem akarják többé az egészséges tanítást. Inkább olyan tanítókat keresnek majd maguknak, akik azt fogják mondani, amit a közönségük hallani szeretne. Akkor az emberek elfordulnak az igazságtól, és inkább a kitalált misztikus történetek és legendák érdeklik őket. Ugye a Károlyban az, hogy az igazságtól elfordítják a fülüket, a mesékhez odafordulnak. Te azonban őrizd meg a józanságodat, és bármilyen nehézségekkel szembenézned, viseld el. Hirdesd az örömüzenetet, és kitartóan végezd el mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten rád bízott. Halleluja! Wim Verli, már nem élő szolgálónak az egyik könyvében van, az egyik tanulmányában, hogy idézett, tehát Wim Verlitől, azt mondja, ma a gyülekezetbe járók nagy része szájhősködik, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, csak mert tanult és hallott erről. Fontos tudni, hogy a Biblia kiket minősít hívőknek. A görögben a hinni azt jelenti, hogy valaki Jézus Krisztusra támaszkodik az üdvösségért. Hamisítatlan bizalmat jelent. Tehát sajnos sokaknál, akik gyülekezetekbe járnak, nincs bizonyítható valódi hatalom vagy befolyás az életükben. A Szentírás által említett igazi hívőkség sokkal többet jelent, mint egy fejtudást. Ez a fajta tudás, ami sokakban van, csak idézőben vallásos, és nem jelent semmilyen veszélyt, nem jelent veszélyt a sátára és a démoni programjára. Az Ézsaiás 7.9-ben hangzik el a figyelmeztetés. Ha nem hisztek, biztosan nem maradtok, nem álltok meg. Az igaz hívő életében, gondoskodásában és cselekedeteiben változásnak kell lennie, hogy bizonyítsa megtérés valódiságát. Egy ellenőrző lista hívők számára. Gyümölcsöt kell teremniük, János 15.2 szerint, jelek követik őket, Márk 16.17.18. Jézus cselekedeteit fogják tenni, János 14.12 meghallgatott ima, János 15.17, Jézus barátai, János 15.14, tanúságot tesznek, János 15.27, és ugye még vannak az igék is, több ige van, hogy akik hisznek, démonokat űznek, és így tovább, betegre teszik a kezüket, nyelveken szólnak, és tegyünk tanítványokká mindeneket, minden népeket. Nagyon fontos, hogy az ige azt mondja, hogy akik kegyesen akarnak Krisztus Jézusban élni, azok üldöztetni fognak. Magyarul, hogyha hiteles valaki, tehát itt van például a Jelenések könyve, ugye, mit mond János? Azt mondja, én János testvéretek vagyok Jézus által, és társatok a szenvedésben, türelmes kitartásban, és Jézussal való együtt uralkodásban, mert Pátmosz szigetére kerültem, mivel Isten beszédét és Jézust hirdettem mindenkinek. Tehát egy börtön szigetre került, üldöztetést szenvedett el János, és száműzték egy börtön szigetre, rabságba. És ez azért történt, mivel Isten beszédét és Jézust hirdette. Azt látom, hogy nagyon sokan vallásosak, de sokan nem merik fölvállalni Krisztust, mert félnek. Nemrég is beszéltem valakivel, és mondta valaki, hogy jó, hát ha te most hirdeted az igét, mondjuk munkahelyeden, akkor kirúgnak téged. Nem érdemes hirdetni. Na most,
Természetesen azt mondja az ige, tehát itt több dolog van, hogy legyünk okosak, mint a kígyók, de szelidek, mint a galambok. Tehát én is tudok olyan embert, aki első munkanapján bemegy munkahelyre, és munkaidő helyett, tehát munkahelyet hirdeti az igét, és állandóan ezzel mindenkit úgymond zargat, és ezért kirúgják. Ez lehet, hogy egy bolondság, tehát sőt, ebben az esetben valószínű, hogy az volt. Viszont a másik pedig az, aki pedig nem meri fölvállalni, hanem eljátszik, elszínészkedik a munkahelyén egy világi karaktert, mert úgy gondolja, hogy ha fölvállalja magát, akkor ki fogják rúgni. Tehát szerintem bölcsen kell csinálni, de föl kell vállalni, tehát föl kell vállalni bizonyos konfliktusokat. És lehet, hogy az úr azért helyezi az embert valahova, hogy ott világítson, sőt, ez egyértelműen le van írva, hogy a vékát, tehát a gyertyát nem rejtik vék alá, tehát nem takarják le, meg nem rejtik el, és hegyen épített város sem, meg mit tudom én, tehát a világító eszköz az azért van, hogy világítson. Természetesen fontos arra vigyázni, hogy az ember szeretettel hirdesse az igét, ne arroganciával, és ne azt mondják, hogy ez, tehát ne úgy hirdesse az igét, hogy testi indulatból és egy ilyen versengéssel, úgy hiszem. Viszont az is igaz, hogy már maga az, hogy valaki hívő, az már maga, hogy te az evangéliumot, a tiszta evangéliumot elmondod, tehát nem egy hamis evangéliumot, nem egy felhigított evangéliumot, hanem a teljeset, Krisztus halálát, feltámadását, mindent elmondasz, tehát akár a bűnt is, bűnről, és így tovább, miről is beszél az ember. Tehát ha ezt megteszi, akkor már ugye megvan írva, hogy ez némelyeknek életillata, életre némelyeknek ez halál illata. Tehát ha valaki, tehát ez egy megosztó. Tehát az evangélium az megosztó, az kétélű kard, az nem mindenkinek tetszik. És sok esetben, hogyha te felvallod a hívőségedet, és konfrontálsz a sátánnal, akkor a sátán fölindítja a szolgáit, hogy üldözzenek téged. És velem is történt ilyen, hogy munkatársaknak, mondjuk volt, hogy hirdettem az igét, beszélgettünk, volt, hogy munkaidőn kívül mentünk haza, elmondtam az evangéliumot a munkatársamnak, és akkor munkatársam ezt nehezményezte, de hát nekem ezt nem mondta el persze, elszólt a főnökségnek, vagy beszélgetett a főnökséggel, és utána a főnökség pedig ezt fölrótta nekem, holott, semmi köze hozzá egyébként, tehát természetesen a munkahelyet az ember ezt csinálja, akkor szólhatnak neki, de hogy te munkaidőn kívül hirdeted az igét valakinek, vagy hogy mi a te belső meggyőződésed, és ezt hirdeted, akár ebédszünetben, vagy ilyesmi, az semmi köze nincsen. Természetesen nem lenne a vezetőségnek, de hát ugye, mivel, hogy sátáni világrend van, tehát babiloni világrend, ezért természetesen ebbe is, tehát csípi az ördög csőrét. És nekem is volt, hogy bár én voltam a legjobb dolgozó egy munkahelyen, mégis megkerestek ezzel, és emiatt megszűnt a munkaviszonyom. Tehát ez megromlott a viszony, és utána már emiatt megromlott a viszony a vezetőséggel. Amit egyébként én nehezményeztem, és el is mondtam, illetve én kiálltam magamért, és még a főnökségnek írtam is, de sajnos ugye a sátán nem tért meg, vagy hát nem tér meg, és a szolgáit pedig föl fogja használni, és a világiak a munkatársaid, meg a főnököd. Itt mondjuk egyik esetben egy vallásos, kontrolmániás hölgy volt, aki mondta nekem, hogy ő meg templomba jár, meg katolikus, meg minden, ami egyébként ugyanolyan tévegés, sőt, még sok esetben még azt is hiszi magáról egy katolikus, hogy ő jól csinálja, hogy templomba jár, tehát ezt jó cselekedetként mondogatja, tehát esetleg még talán nehezebb is lehet megtéríteni mondjuk egy hídbuzgó katolikust, mint egy ateistát, bár megtéríteni úgyse tudunk senkit, mi csak az igazságot hirdetjük. Tehát, hogy mondom, annak ellenére, hogy a munkám az jó volt, még engem találtak meg engem csináltak ki, és azt a munkatársamat, aki meg ezt panaszolta, aki meg ott lustálkodott, nem dolgozott, azt meg szeret, tehát azt meg bent tartják esetleg, vagy nem tudom. Vagy, na mindegy, tehát magyarul azt akartam ebből kihozni, hogy ha valaki egy egyenes és kegyesen követi Krisztust, és fölvállalja ennek az üldözését, fölvállalja az igazságot, akkor, bocsánat, tehát rosszul mondtam, tehát akkor üldöztetni is lehet. Na most, ami zavaró, ugye, hogy nagyon sokan, tehát ezt szeretném itt lezárni ezzel, hogy nagyon sokan vallásoskodnak, meg ilyesmi,
De ahogy mondja Wim Wörli, ez csak szájhősködés, nem vállalják fel, nincs erő az életükbe, nincsen a Szent Szellem ereje az életükbe, nem látszanak a gyümölcsök, nem követik azok a jelek, amik Jézust követik. És ez a nagy baj, és ezért van egy nagyon nagy vallásos tömeg, és sokan még újjá sincsenek születve, egyszerűen, hát az ige azt mondja, hogy a látszatát megtartják, megtartják a látszatát, de az erejét tagadják, kegyesség látszatát fenntartják, tagadják az erejét, és ez a katolikus főnököm is egyébként meg teljesen, tehát világias szinten élt, szórakozásra, tehát most én nem is ismertem annyira, de nem voltak ott az életében ezek a, tehát ő Krisztusról nem tett tanúságot, meg ilyesmi. Jó, hát egy vallásos emberek, nyilván azokat tudjuk, hogy meg kell térniük. Tehát az a lényeg, hogy még tart a kegyelem, még meg lehet térni. De nem lesz jó vége azoknak, akik ezt csinálják, tehát akik kiüldözik a hívőt a munkahelyről, meg akik vallásoskodnak, meg akik képmutatóak, meg akik nincsenek megtérve, azoknak végük baj lesz, veszedelem lesz. Tehát ezért mondom, hogy még tart a kegyelem. Én itt a munkahelyen pár embernek el tudtam mondani az evangéliumot, nem jól fogadták többen, lelkük rajta. Ez már nem az én dolgom. Az, hogy engem ittának kicsináltak a munkahelyről, lelkük rajta. De még megtérhetnek ők is. Csak azért mondom, hogy be kéne fejezni most már a sunyiskodást, meg a bohóckodást hívőknek, hogy nem merik fölvállalni magukat, hanem persze én megértem, hogy bölcsen kell csinálni, csak ez ne legyen egy fügefa levél, vagy egy takaró, hogy te olyan bölcsen csinálod, hogy nem csinálod. Tehát te olyan bölcsen akarod Krisztust képviselni, annyira túltaktikázod, hogy már nem vállalod föl, nem követnek a jelek, és világiként titkolod. Tehát titkolod Jézust. Magyarul, amit mond az ige, hogy aki szégyeli Jézust, azt Jézus is szégyelni fogja. És nem vállalod föl a konfliktust. Egyébként ugyanígy evolúcióhívő emberekkel ugyanúgy föl kell vállalni, hogy nézzük meg az evolúciót, hogy valóban ez egy tudományos tény, vagy az egy fikció, egy elmélet, ugyanúgy, tehát nem kell, tehát magyarán a konfrontációt az igaz hívő nem kerüli ki. A színészkedő képmutató az ki akar mindent kerülni. És minden, tehát én megértem azt, hogy szeretne minden ember konfliktusmentesen élni, szeretne az ember úgy élni, hogy hagyjuk egymást békén, tehát szeretne mindenki úgy élni, hogy ne kelljen ezeket, amit mond az igeit, hogy feddeni, buzdítani, üldöztetést szenvedni, de a hívőként ez benne van a csomagban. Tehát ez nem úgy vagy, hogy hívő vagyok, egy csomó minden igé, kiveszek a Bibliából részeket, hogy megáld az Úr, meg szeret az Úr, meg jó mód, meg jó léti, meg megáld, meg megáldja a kezem munkáját, de viszont a más többi részét meg kiveszem. Ugyanígy, hogy kiveszem a Bibliába azokat, hogy azt elmondom, hogy akik hisznek, üdvözülnek, de azt már nem merem elmondani, hogy aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Azt nem merem elmondani, mert jaj, az már konfrontáció, jaj, azt nem merem. Tehát ez meg ugyanúgy egy sunyiság, hogy szemezgetek, és nem merem fölvállalni emberektől való félelemtől, vagy egzisztenciális félelemtől. De mit mond az ige? Azt mondja, hogy azt a pogányok kérdezgetik, hogy mit tegyünk, meg azok félnek, mert meg van írva, hogy az Úr gondoskodik, nézzük meg a mező virágait, az ég madarait, nem vetnek, nem aratnak, és Isten eltartja őket, mennyivel inkább minket. Tehát egy kis hitűség, meg egy aggódás van abban, aki tehát magyarul materialista szinten közelíti meg sok álkeresztény az életet, nem követik a jelek, és fönntart egy vallásosságot. Drágáim, ebből meg kéne térni, és nem azt mondom, tehát van, aki meg túltolja ezt, hogy tényleg mondom, hogy annyira, tehát túltolja van, aki ezt úgy, hogy most én vagyok itt a nagy hívő, és akkor mindenki más meg tévejeg, és akkor húj meg há. Én azt mondom, hogy biztos átjött az üzenet, akinek szól, mindenkinek van még miből megtérnie, úgy hiszem, mindenki magát vizsgálja velem együtt, és térjünk meg, és menjünk együtt az Úrral, és ha esetleg elbuktunk, vagy megtámadott az ördög, vagy valami, akkor támadjunk vissza, ne legyünk egy ilyen defenzív félő emberek, hanem legyünk offenzívek, az ördögre nézve, ima, van egy ima csoportunk is, gyertek el, hogyha kerestek, ne legyetek egyedül, nem magányos farkasok vagytok,
hogy egyedül vagytok, és már ti csalódtatok mindenkibe, ti már nem jártok közösségbe, hanem gyertek, gyertek, ima, 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 dicséret, dicséret, háladás, 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 bölcsen, okosan, szeretetben, drágáim, és tényleg ezt, ha idáig valahol semmi baj, hogyha nekem is volt, hogy nem jó képviseltem dolgokat, vagy hibáztam, vagy esetleg ténylegesen rosszul, vagy esetleg bűnök voltak, meg lehet még térni, térjünk meg, Jézus nevében mondjuk el ezt az imát is, hogy Jézus nevében köszönöm, Uram, hogy szól az ige ezekről a dolgokról, és köszönöm, hogy az ige az buzdít, fed, helyre tesz, és ezért én most megtérek Jézus nevében minden bűnből, minden langyosságból, mert Uram, te a langyosokat kiveted, és add, Uram, az új tüzedet, és megvallom neked, Uram, hogy esetleg szégyeltem a beszédedet, de mostantól nem fogom szégyelni, de Uram, adjál bölcsességet, hogy szeliden, bölcsen tudjam hirdetni, hogy ne arrogánsan, ne rosszul, és add meg, Uram, kérlek, hogy jó ízű legyen a beszédem, és vezessen olyan emberekhez, akik valóban már elkészítettél, akiket elkészítettél, akik megbecsülnek, akiknek szüksége van az üzenetre, hogy ne olyanokkal kelljen állandóan, akik ugye megtapossák a lépesmézet, meg ne a disznók közé legyen vetve a gyöngy. Én is úgy érzem, hogy néha az igaz evangélium, amikor kimondod, akkor még volt ön is, aki meg akar támadni érte egy ilyen bunkó, ilyen ex, ilyen sátánismussal kacérkodó divat sátánista bunkó, még meg is akar támadni, amikor hallotta az evangéliumot. Tehát ilyen is van, de halleluja, ha egyébként üldöznek az evangéliumért, és nem azért, mert hülye voltál, vagy arrogáns voltál, hanem üldöznek, tehát magyarul, akkor adja hálát, mert akkor jól csinálod. Halleluja, megyünk előre, az Úr győzelemre visz, és nagyon jó, hogy az Úr szól, és még korrigál, és még tart a kegyelem. Csodálatos az Úr kegyelme, úgyhogy ragadjuk meg, és úgyhogy hajrá, tesókák, hajrá, és mondom, ha meg úgy van, még egyszer mondom, gyertek, legyünk közösségbe, és gyertek, és ima, ima, ima. Nagyon gazdag áldás, szeret az Úr minket, tudjuk, hogy mi az Úr szemefénye vagyunk, és az életét adta, és mindent odaadott, és utolsó végig szeretett minket, úgyhogy csak fel a fejjel, úgyhogy ne keseredjünk el, mert meglátjuk az Úr nagy dolgait. Csak tényleg ne járjunk, ne bóckodjunk, hanem szálljuk oda magunkat, menjünk, erősítsük meg magunkat az Úrba, és hajrá! De az Úr ezt már elkészítette, úgyhogy nem emberi erővel, nem emberi agilitással, hanem az ő kegyelméből, nem erővel, nem hatalommal, hanem az ő szellemével fog ez létrejönni. Halleluja!